Kuglóffal és meleg teával fogadták a gyermekeket az Atomjó karácsony elnevezésű programon. Az Atomenergetikai Múzeum hagyományos decemberi programján a korábbi években 3.-4. osztályos diákokat és óvodásokat fogadott. Idén az 1.-2. osztályos tanulókat szerették volna az adventi és a karácsonyi időszakra hangolni. A környék szinte összes olyan településéről itt vannak a gyerekek, akik tehát ilyen paksi iskolákból, illetve azokról az új településekről, új teites településekről, akik újonnan csatlakoztak a teithez, tehát Madocsa, Dunapatai és Györkönny településekről is vannak vendégeink, illetve a szekszárdi gyermekotthon volt az, akit még hívtunk erre a mai napra. A múzeumban közel 400 gyermeket fogadtak reggel 3:30-tól délután 3:30-ig 3 turnusban. A programpalettán ismét megjelent az utazó planetárium, de mézes kalácsot is díszíthettek a gyermekek, amit az általuk hajtogatott 10 dobozba csomagolhattak bele. A gyermekek felhőtlenül szórakozhattak a Kackiás Vándor játszótéren is, ahol közel 15 játékelemet próbálhattak ki. Betöltötte a gyermek zsivaj az Atomenergetikai Múzeumot, minden csemete sok élménnyel gazdagodott. Néztünk világokat, amikor végeztünk, akkor elmentünk játszani. Jó volt. Néztünk ilyen csillagászati filmet, ettünk, most kézműveskedünk, és még nézelődtünk. Mi tetszett a legjobban? Hát amikor néztünk abban a sátorban ilyen meteoros bolygókat. Miért tetszett az a legjobban? Mert benne volt a Jupiter, meg ilyenek. Az adventre hangoló programsorozat délután sem ért véget, 16 órától a családokat fogadta a múzeum. Éjszakák éjszakája programot hirdetünk, ez a téli napfordulóhoz közeledve a csillagok témáját helyezi a középpontba, itt a csillagok és a fények, és ezáltal ugye az ünnep is, mert hogy az ünnephez is hozzákapcsolható mindkét fogalom, ennek a bűvöletében zajlik majd ez a program. Délután különféle előadások és a Paksi Városi Vegyeskar műsora színesítette a programot.